Több Szabolcs megyei iskola is élménysuli címet kapott a közelmúltban, hogy milyen intézmények és mi alapján érdemelhetik ki a megnevezés használatát, az is kiderül a mai 35 percből. Előtte még más témákkal várjuk Önöket, mutatjuk is a teljes kínálatot. Szép estét kívánok! Agrárévértékelő sok pénz jutott a gazdálkodóknak idén fejlesztésre. Kész a Tokaji híd, a kerékpáros átkelés is biztonságosabb lett a Tiszán. Mérsékelnék az iskola elhagyást, komplex alapprogram segítette a cél elérését. Nyereséges évet zártak a szántóföldi növénytermesztők 2021-ben a megyében, az állattartók jövedelmezősége azonban csökkent. Többek között ez is elhangzott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nemrég Balkányban tartott megyei fórumán. A rendezvényen az agrárium helyzetbehozásáról és a támogatási lehetőségekről is hallhattak a résztvevők. És hogy még miről volt szó, azt a Kamara megyei elnöke összegzi a következő percekben. Köszöntöm a stúdióban Rácz Imrét. Jó estét kívánok! Én is köszöntöm a kedves nézőket. Mindig nagy izgalommal indulunk egy-egy szezonnak, hiszen az agrárium az, az agrárágazata az, ahol meglehetősen nagy a kiszámíthatatlanság. Mi az, amit kaptunk az idén, időjárásban például? Ez így igaz, hogy az elvetett magvakat, mikor a földbe juttassuk, akkor szoktuk mondani, hogy sok éjszakát tölt el ott, és addig az időjárás nagyban befolyásolja, hogy majd mit fogunk aratni. Ez a 2021-es év a mi megyénkre vonatkozóan talán az országos átlagtól jobban sikerült, ugyanis voltak fagyok, ami a mi megyénkben sokkal tud okozni, de ez kisebb területeket foglalt el, illetve a cseresznyére meg a megyre, megyet érintette inkább, de az almáknak a nagyobb része pedig csúcs termés közelébe volt, a közepesténél jobbak voltak a termések. Ez befolyásolta az is, hogy a tavalyi évben viszont az ellenkezője volt, sok alma lefagyott, és általában akkor a rizs differenciálódás azt hozza magával, hogy nagy termést az a következő évben. Mi az, amit sikerágazatnak lehet most tekinteni ebben a szezonban? Hát én úgy gondolom, hogy a napraforgó, a gabonafélék, a kukorica, azok az országos átlag fölött teremtek itt a mi megyénkben, a kukoricából 7,8 tonna volt az átlag, ami az országos 6 tonnához képest elég kimagasló, és ez egy olyan ára párosult, amit még a gazdák talán soha nem értek el. Ez a felvásárlási időszakban a 9000 forintot is elérte, és ez ki is tartott egészen aratás befejezéséig. Ugyanez elmondható a napraforgóból, és 3,2 tonnás megyei átlag az jóval meghaladja az előző években a 2,5-2,7 tonnás átlagot, és ott is az árak szinte duplájára emelkedtek, 200 000 forintot is elérte tonnánként. Ugyanakkor nagyon nagy szükség van az ágazatban a különféle támogatásokra. Ebből az idén is jutott. Mennyi jutott a megyének, és milyen jellegű támogatásokról beszélünk? Hát 46 jogcímen lehetett az idén támogatásokat igényelni, és amiről Balkányban Papp Gergely igazgató úr beszélt, az inkább már a jövőt vetítette volna elő, és a jövőbeni elképzelések azok úgy vannak, hogy a kisebb területtel rendelkezőket nagyobb százalékban, nagyobb arányban kívánja támogatni a kormány, és ezért a 17,5%-ról, amit a hazai forrásból tesz hozzá a kormány, az felemelte a Brüsszel által engedélyezett 80%-ban, így a következő időszakban nagyobb támogatásokat tudunk kifizetni, vagy tudnak a kormány segítségével kifizetni. A 10 hektár alattiak 20 000 forinttal fognak támogatást kapni, és a 10 hektártól 300 hektárig pedig 10 000 forinttal, és a fölött marad meg a támogatási rendszer, illetve az 1200 hektár fölöttiektől pedig elvonás jön, és azzal egészítik ki a 10 hektár alattiakat, úgyhogy egy kis koordináció is jön a rendszerbe, de egyébként is a 23-tól 27-ig tartó időszakra 4265 milliárd forint érkezik az ágazatba, ami háromszor annyi, mint ami az előző éveket meghaladta, vagy elérte. Maradjunk még egy kicsit a 2021-es évnél. Ebből a 41 néhány féle támogatásból azért van jó néhány, ami egyfajta kártalanítás, akkor, hogyha valakinek valamilyen kára keletkezik.
a mezőgazdaságban? A mezőgazdaságban mi most nem nagyon tudtunk a kárenyítésből részesülni. Annyiban tudunk minden gazdálkodó, aki üzletalapú támogatást kötött, annak a 70%-át visszaigényelheti, mert a magas átlagtermés miatt a hozamkiesésünket nem tudtuk produkálni, mert ha kevesebb is termet volna valakinek, mert aszályos területettel rendelkezett, vagy víznyomásos területtel, olyan magas referencia árak voltak, hogy ez korrigálta, úgyhogy ott mink ilyen plusz támogatásba nem nagyon tudunk belekerülni, de az állatotó telepek korszerűsítésben, ami egy körülbelül 60-70 gazdatársunkat érint, a miniszter úr személyesen adta át azokat a okleveleket, amivel megnyertik ezeket a pályázatokat, úgyhogy sokan részesültek a megyében ezzel, ebben is, illetve az elkövetkezendő időszakra sokan adtunk be telepítési pályázatokat, akik már kaptak is határozatot, akik elsőként beadták, illetve sokan várják. Úgy tűnik, hogy 2500 olyan gazdálkodónk van, akik ebben a 2500 hektár terület van, akik meg tudják újítani ebben a konstrukcióban az ültetvényeiket. Ha már az állattartást említette, mi az oka annak, hogy az állattenyésztők jövedelmezősége, az állattenyésztés jövedelmezősége csökken? Hát ha a szántóföldi növényeknek az ára ilyen nagy százalékban szinte duplájára emelkedik, akkor az állattartók nem mindenki rendelkezik annyi területtel, hogy az állatainak biztosítja a takarmányokat, és ha az a vásárlásra kényszerül, akkor sajnos ez a magas ár őket a negatívumba viszi, illetve sajnos a sertésre gondolunk, akkor most olyan rossz a piaci lehetőség a sertéstartóknak, hogy szinte ilyen akadozva tudják szállítani, tőlük tovább kell etetni, és ez az ágazatot ilyen szempontból nagyon sújtja. Van-e más olyan ágazat, ahol problémák adódnak, akár az értékesítésben, vagy a piacgazdálkodásban? Hát a zöldségfélékben, ha arra gondolunk, hogy már tavasszal az uborka szedési kezdeti időszakában akadályok voltak, a medgy betakarítása elhúzódott, és a konzervgyárak még a medgy befőtte voltak elfoglalva, mire rájött az uborka a meleg időjárásnak következően, és az elején nem tudták fogadni a feldolgozók, és sajnos akinek korai uborkája volt, az nem tudta értékesíteni, hiába volt érvényes szerződése. Hogyan lehet ezt a fajta problémát orvosolni? Vannak-e fejlesztési lehetőségek, van erre igény egyáltalán a megyében, aki ilyenre vállalkozna? Hát ha ezeket a kézi munkaigényes növényeket meg akarjuk tartani, akkor mindenképp az élelmiszerfeldolgozókat segíteni kell támogatásokkal, illetve a szövetkezni kellene, összeállni csapatoknak és úgy szerződéseket kötni, hogy egy bizonyos volumennel rendelkezzen egy-egy ilyen szakcsoport vagy tész, vagy nem mindegy, mi lenne a neve, csak össze kellene állni, mert egyébként a kormány még ha segíteni akar, és akkor visszamenve ide az uborkásokhoz is, nehéz úgy segíteni, hogy külön-külön mindenkinek egy eljárásrendet kitalálni, de ha ezek egy szakcsoportba, vagy tészbe, vagy bármi ilyen jellegű csoportoslásban vannak, akkor a konzervgyárakkal is könnyebb ugye megállapodni, illetve ha valamilyen rendkívüli támogatásba akarja a kormány részesíteni, akkor meg kell teremteni a lehetőségét ennek. Ugye 11-én volt Balkányban egy agrárfórum. Ezen a fórumon felmerültek ezek a problémák? Igen, én körbe mentem azokon, amit sikerült itt sikerként elkönyvelni, és itt a siker közt, ha kitérhetünk arra, amit én a legnagyobb sikernek tartok, hogy el tudtuk azt érni, hogy a köztársasági elnök úr 80 millió forintjából segítségével elindult egy hatástanulmány, megelőző tanulmány, amivel megteremtettük annak a lehetőségét, hogy most egy 2,8 milliárdos egy tervkészítést elnyert a délnyéség. Ezt ha most elkezdenék megépíteni, ez több mint 104 milliárdba kerülne, és azt mondhatnám, hogy az, szinte az egész megyének a felszínű vízből való öntözésének a lehetőségét megteremtené. Ez egy olyan nyakunkra égett elmaradás, ha figyelembe veszik, hogy a világ lakosságának a létszáma
2050-re eléri azt, hogy minden embernek nem lesz annyi terület, ahol az élelmiszert előállítjuk, ez körülbelül 1,2 hektár terület kellene, és ez 0,8%-ra fog 2050-re csökkenni, akkor nincs más lehetőségünk, mint azon a bizonyos 1 hektár területen növeljük a mennyiséget és a minőséget. Így igaz, mert különben azért fognak az emberek más országokat megszállni, mondjam ezt így, mert éhesek lesznek, élelmiszer hiány lesz. Ugyanakkor a másik nagy probléma a mezőgazdaságban is, számtalan szor esett már erről itt szó, akár ebben a műsorban is, hogy kevés a kézi munkaerő, nem találnak idény munkást. Igen, miniszter úrral ezt a augusztus-szeptember táján itt a múzeumfalunkban egy kis padon végig is beszéltük azokat a javaslatainkat, hogy mit tudnánk ezzel a közmunka foglalkoztatással, és itt szóba jött az, hogy kapnak 2000 forintot a munkaügyi központtól az önkormányzaton keresztül, ha elmegy a versenyszférába dolgozni, azokra a napokra, amit mondjuk nálam szedné az almát. Ezt akkoriban azt hittük, hogy ez milyen motiváció lesz. Ezt fel akartuk emelni 3500 forintra minden eltöltött nap után, mert egyébként most is kap annyit az önkormányzatú. Vagy javaslatunk volt, hogy ne az önkormányzat állapodjon meg ezekkel az emberekkel, hanem a mezőgazdasági vállalkozás, és a támogatást a vállalkozáson keresztül juttassuk el a közmunkásokra, ne az önkormányzaton keresztül, mert ellen érdekeltség van. Nyilván, ha a versenyszférában dolgozik, ott teljesíteni kell ezért a bizonyos pénzért, ha az önkormányzatnál vannak, akkor pedig annyit kell teljesíteni, ami ez köztudott. Én úgy gondolom, hogy vagy felvetettem miniszter úrnak, hogy a honvédség, a általános iskola felső tagozat, illetve az egyetemisták valamikor, ez egy feladat volt, hogy be kell takarítani a megtermett gyümölcsöt, nem ilyen lazán elengedni most, hogy most úgy elhúzódott az idén, hogy december 10-én még almaszedés zart, hát összetehessük a két kezünket, hogy az időjárás megengedte, hogy még akkor nem fagyott oda, de ez nem lehet a rendszerben bent tartani. Akkor azt kell mondani, hogy nem tudunk segíteni közmunkással, és mindenki csökkentse le a területét olyan szintre, amivel elbír a családja. Ez azt jelenteni, hogy még almából is behozatalra lesz szükségünk, amit már a mostani adatok jeleznek is, hogy 10 évvel ezelőtt még 100 000 tonna gyümölcsöt szállítottunk ki az országból, most pedig 140 000 tonnát hozunk be, illetve csak az utolsó 5 évben a Lengyelország felé beérkező alma meg 10-szereződött. Szóval én azt gondolom, hogy ha Magyarországon, és ezért vagyok elkeseredve, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe termelték meg 65%-át az almának, és adjuk ezt az ágazatot így tönkre menni, leépülni. Elnök úr, úgy látszik nem csak a földeken, de a kamaránál is lesz mit csinálni, igen, lesz mit gondolkodni. Igen. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba. Mi meg nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és áldott ünnepet kívánunk mindenkinek. Viszont kívánjuk, nagyon köszönjük. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.